Mi bizonyos helyzetekben, bár keresztények vagyunk, próbáljuk ezt az életet úgy felfogni, hogy tanítása szerint, ugye tanítják, mégis mi bennünk van egy sarok, ahol vannak bizonyos babonák. Mondjuk egy pár babonát, amiben sokkal inkább jobban bízik az ember, mint az Istenben. Tényleg vannak olyan babonák, ami erőteljes a mi életünkben, még ma is. Az egyik olyan, itt is szert az egész világon, fekete macska. Fekete macska nálunk az még erőteljesen ott van a hinduizmusban, amikor kimegy a házból, fekete macska átmegy, ez egy rossz jel. Szegény macska valamire ment arra felé, talán tegnap átvette valamit onnan, és az vissza akart adni azért a szomszédba. És az ember azonnal gondolja, már talán tovább megy, mégis ez a gondolat a fejében van. Fekete macska átment. És egy negatív gondolattal indul, nem az Istenben bíz, aki a fekete macskát is teremtette, és koncentrál a vezetés, vagy a járás is arra, amire megy, hanem inkább állandóan a fekete macska van a fejében. És előbb-utóbb minden ereje ezen megy, és nem történik semmit, amire ment, és azután mondom, fekete macska ment, azért nem történt. Kedves testvérek, én azért mondom ezt, hányszor hallom ezeket a dolgokat. Kémény seprű? Ja, kémény seprű. Szerencsét hoz, természetesen hoz szerencsét, mert ha nem tisztítják, akkor ez a színmonoxid. Igen. Ha pontosan ezt, ha valaki beszívja, akkor annak annyi azért hozza szerencsét, mert takarítják. Nem a ő hozzá a szerencsét, mert ha te is tudod azt takarítani, a tudod, ez egy normális dolog. Babona, ha nem tisztítják, akkor nem lesz szerencse. De olyan, az természetesen az így van. Lencsét enni első napon, és 31-én nem szabad szárnyast enni. Itt most direkt azért csináltuk a házban 31-én, hogy szárnyas legyen. De amikor szilveszter volt, szárnyas volt. Mindenki megette, és mindenki repül. Lentje nem is volt, ugye? És azután pénz nincs. Micsoda dolgok. Jobban hisznek ezekben a dolgokban, mint az Istenben, aki az új évet adott nekünk. Reményteljes szívvel nézzük előre. Ezek mind az első parancsolat ellen van, kedves testvérek, azért mondom ezeket a dolgokat, ha mi bennünk az ilyen dolgok erősebb, akkor mi valahol máshol helyezzük a hangsúlyt, mármint bálvány imádás felé megyünk. Egyszerűnek tűnik. 13. szám valahol megy szalodába, találja, ez már mindjárt belénk száll valami 13. Mi a probléma? Vannak olyan szalad, 13-as szoba nincs. Fél az ember. Mindenféle ilyen dolgok. Szegény 13 a szám. Nem jut neki senki. Üres. Valahol nincs is. Ő mit követett? Semmit. Ezek ember által kitalált dolgok. Mi, amikor ebbe hiszünk, inkább az embernek hiszünk, mint az Istennek. Értető? Na ezért bűn. A mi Istenünk egy. Benne bízni, ezt mondja. Én bennem bízhatok. Én vagyok a te Istened. Nem a macska, nem a 13-as, nem a lentje, nem a szárnyasok. Én azért mondom ezeket a dolgokat, ezen túl, kedves testvérek, tényleg, amikor ilyeneket jut eszünkbe, abban a pillanatban ezzetekbe kell jusson, ez első parancsolat ellen már vitettünk. Nekem nem magyarázzál, hogy az népszokás. Milyen népszokás ez? Semmiféle logika nincs benne. Szóval, ne higgyünk babonákban. És vannak olyanok, akik, hát keresztények, horoszkóp, jobban hisznek benne, mint az Istenben. Horoszkópban, mindjárt néz az első ugye, héten, hogy ezekben a napokban
milyen állatok, meg madarak, vagy nem tudom, mit következnek ezekben a napokban. De tényleg, vannak papok is, akik benne hisznek, azok mondom nekik, neki valami más munkát kell csinálni. Első parancsolat elleni vittünk, ilyen dolog, horoszkópot nézünk. Otthon van ilyen, ugye, otthonok időnként lehet találni, otthonunkban ilyen dolgok. Papírok meg, akkor ezt olvassa az újságban. És van néhány nényi, akkor leül, és ezeket a meséli, és jó keményen fizessük. Ő meg vigyarog, és megy kocsmába, vagy jó viszki, meg brandit isszák. Hülyeség. Megint. Horoszkóp. Ezek mind-mind azért találtak ki, hogy csináljon pénzt. Tehát mammon. Nekünk az Istenünk van, akiben lehet bízni. Nem csalódik. Ő tud mindent. Nem hibázik. Ez a horoszkóp is tud hibázni. Rengeteget. Ezek csak kitalált dolgok. És vannak, akik rendel Indiából pálma leveleket. Tőlem kérdezte egyszer, néhány évvel ezelőtt, hol lehet pálma levelet? Mondom, hogy otthon rengeteg van, kokuszpálma. Vagy de neked minek kell? Nem az a levél, hanem valami rá van írva. Ne, azután néztem, hogy tényleg én is az írás, tehát az első betűket pálma levélben tanultam írni. Az első A, I, ezeket a betűket, ami anyanyelvünkben, mi kokuszlevélben írtunk, és úgy tanultunk. Kokuszlevél rengeteg volt akkorikorban, és ezért, de az jó volt, mert az őrizni tudtunk, és mindig egyenként, tehát az végig kellett tanulni, és akkor jönne a második, harmadik, így 12-nek kellett volna lennie, hogy átmegyünk a vizsgán. És akkor mindig néztük, hogy mikor lesz a második, a harmadik, a negyedik. Ez jó volt is. Olyan illata volt ennek. Ez nem úgy lehetett írni rá, hanem egy bizonyos vas valami volt, amivel a tanítónéni írta ezeket, így vízte. De nem erről van szó, itt valami másról van szó, és tényleg olyan emberek vannak itt Magyarországon, akik erre küldi a pénzt. Hülyeségeket csinálnak. A pénzért pár gombat lehet venni, és jól, finoman lehet főzni és megenni, többet ér. Komolyan mondom, ilyen dolgokra képes az ember. És ebbe hisznek. Holott az Isten a pálma levelet is, mert azt az embert is mindenki teremtette, ott van, azt mondja, bízza bennem. De ez nem csinálja. Gondolkodjunk egy kicsit, talán mi is időnként oda jutottunk. A következő jóslás. Itt Magyarországon elég elterjedt. Olyan helyzetben az ember, amikor nincs hova kapaszkodni, általában amikor vannak nehézségek, betegségek, haláleset meg, ilyenkor az ember blokkolja, és azt gondolja, jóslás, vagy a jósló, az a nő, vagy a férfi, tudja neki a megoldást adni, és azért oda telefonál, és azt a pénzt küldi. És ők megkérdezi pszichológiailag a múltat, azután egy olyan válaszokat ad, ami egyébként egy józán parasztízű ember tudja felfogni. Mindenki tud mondani. Azután azt gondolja, hogy ő nagyokat mondott. Képzeld el, és jó keményen fizet, érte. Nem mutassa? Holott az Istennek mindent tud. Múltunk, jelenünk, jövünk. Nem kéne, hogy rábízunk. Ahelyett, hogy csüggedjük a lelkünkben, reménykedni benne. Nem, inkább jóslás. Fekete mágia, a következő. Ilyen sorban van sok mindent. Itt az annyira azért nem terjedt, iszlám világban még jobban terjedt a fekete mágia. Legalább nálunk is az így van. Mert a hinduizmusban is van elég erősen benne. És időnként mi is ebbe a csapdába esünk, az ilyen dolgok után megyünk. Ezek kőkeményen az első parancsolat elleni vét. Ha valami ilyesmi történt, kedves testvérek, életünk folyamán, itt az ideje. Legalább most őszinte szívvel bánjuk, mert Krisztus vére megtisztítja bennünket. Fontos azt tudni, és ezt tovább ne vigyétek. Ez első
parancsolat elleni bűn. Ezeket azért hangosan mondom is, mert ugye nem is tudom elképzelni, hogy milyen módon olvasott Mózes ezeket a parancsolatokat a népnek a hegyről. Milyen erővel. Ki hirdette? Régen itt is volt, ugye mi is, hogy olyan nemzet vagyunk, ahol több király is volt. A király, ha valami rendeletet hoz, akkor régen nem voltak ilyen hirdető táblák, vagy nem tudom, telefonok, ugye, akkor jött két ember, vagy három ember, ilyen nálunk legalábbis az úgy volt, gong, hogy jó, erősen, és ezt figyelemkeltő volt az után, ki hirdette, nem? Nem azt mondta, a királytok így mondott, nem. A királyotok így, ja, hangosan mondom, hogy mindenki halljon, erő volt benne, mert a király parancs. Így hangzott el. Mi templomban, amikor vagyunk, akkor imádkozunk, vagy a hitvallást, amikor elmondjuk, vicces időnként a templomban mi zajlik. Komolyan mondom. Az erővel kell vallani a hitet. Amikor énekeljük, akár a hozsannát, Uram irgalmas, dicsőség, én nekem őszintén szólom, nagyon sokszor fáj. Mi nem csatlakozunk, nem beleadjuk magunkat, hanem sokszor nézők vagyunk. Nem tudom, hogy az miért van. Sokszor csak nézünk. Olyan, mint a futballmeccs. Ott még inkább kiabálnak. Ha erő van bennük. De Isten előtt, amikor mi valljuk, ezek mind ebből a tudatból kell, hogy fakadjon. Úgy, mi király Isten mondta ezt. Ki előtt vagyunk. Nem kell szígyelni, hogy ezeket megvalljuk. Az azért írtam itt, mert én tapasztaltam, ugye a misia alatt a hiszek egyet, olyan halkan mondják. Csak a papnak a hangja, mert a mikrofon ott van, és akkor ezt hallja a legtöbbször. Nem mondom, hogy nem mondja, de nem az az erőt. Nem akarom itt benneteket bántani. Tudatosan mondjuk ki, fejezzük ki a mi hitünket erősen. Énekeljünk, ha tudunk. Mit is mond a első parancsolat? Szeressétek teljes szívből, teljes erőből, teljes elménből, mindennel együtt, szeresd az Uradat, vold meg, ott van az erő. Próbáljátok ezt megtenni, amikor ilyen problémák vannak egyedül egy szobában. Vold meg, hogy Uram, Te vagy az én Istenem, nem félek. Elfutnak a gonoszok. Részint ezért mondjuk, részint, amikor a karizmatikus lelki gyakorlatok alatt, itt nem nagyon látom, de itt is időnként vannak ilyen összejövetelek, nálunk nagy ott zeng, tehát ott olyan erő van, és tényleg történnek gyógyulások. Mert ez egy másik az a tér, amikor így megvallja az Isten, hogy a mi Istenünk, ugyanazt, hogy rajtad kívül nincs más Isten. Mi téged szeressük, teljes szívünkből. A gonosz erők onnan elfutnak. Az a tér szakralissá válik. Ott gyógyulás történnek. Testi, lelki, szellemi gyógyulások történnek. Fizikális gyógyulások. És ez nem tudja tudomány megmagyarázni. Mert ez egy másik tér, nem a profán, hanem szakrális. És mi, a mi templomainkban sajnos nincs meg ez. Tudni illik, amikor Jézus bement a sinagógába, ott is volt egy megszállott ember. Hol? Sinagógában. Új szövetségnek templomban is lehet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy templomban mindenki ott
Nem. Ott is lehet megszállott ember. Ezért kell, hogy erőteljesen imádjuk az Istent.